Visszahozták Vukit Dombóvárra. A gőzmeghajtású mozdony a városban tevékenykedett az aktív évei alatt. A járművet eddig Budapesten állították ki, azonban július végén már hazatérhetett a városba, ahol hivatalosan szeptember 1-én adták át. Ez a szerelvény, amit mögöttem áll, a teherkocsi, illetve az előtte lévő Muki, a tűz nélküli mozdony, dombovári kötöttségű, itt teljesített szolgálatot, aztán elkerült innen a vasútörténeti parkba, illetve a közlekedési múzeum gyűjteményébe, és nem olyan rég felvettük a kapcsolatot Dombovár helyi vasút barátjaival, hogy mi lenne, hogyha visszahoznánk, és megint itt állomáshozhatna, mint szobor mozdony, és a helyi lakosság nagy örömmel megnézhetni. Hát ennek vagyunk most a szemtanúi. Hát úgy került ide ez a kis tűz nélküli mozdony, hogy mi nagyon szerettük volna, hogy Dombovára, itt a múzeum megálló udvarára, erre az üres területre egy vasúti vontató jármű, egy kisebb mozdony, de ki tudjon kerülni, és ez lényegében nem más, mint a Dombováron élő vasútársaságnak egyfajta jelképe, egyfajta szimbóluma, ugyanis a múlt évben volt 150 év, hogy el tudott annyi időt elni, míg az első vasúti közlekedés Dombováról elindult Kaposvár, Somogyszob, Csurgó irányába, Zákányba, majd onnét tovább a Nagykanizsára, fővárosba, Bécsre be, illetőleg az Adrai tengerbe, tengerhez. A lényeg, hogy 150 évvel ezelőtt Dombovár egy 2500 fős kis település volt, amelynek a lakói mezőgazdasággal, földműveléssel foglalkoztak. Ekkor jelent meg a vasút, és ennek volt az köszönhető, hogy Dombovár 1971 egy 20.000-es vasutas várossá nőtte ki magát, és úgy gondoltuk, hogy ennek megfelelően egy megfelelő, tökéletes jelkép lenne ez a kis mozdony. A mozdonyra azért volt szükség annak idején, mert egyes üzemekben, ahol egy apró szikra és tragédiát okozhatott, kiválóan lehetett vele dolgozni. Azonban hála a gőzutántöltős rendszerének, Muki könnyedén vált hasznára az őt alkalmazó faterítő üzemnek egészen az 1990-es évek végéig. Ennek az a jelentőség ennek a mozdonynak, hogy olyan helyen teljesített szolgálatot, ahol nagyon nagy tűzveszély volt. Például itt, ahogy mondták a kollégák, mögöttem működött fatelítőben, ahol nem lett volna szabad, hogy szikra keletkezzen. Éppen ezért ilyen szikra nélküli, tűz nélküli mozdonyt alkalmaztak, aminek az a lényege, hogy föltöltötték nagy nyomású melegvízzel, az ott keletkezett gőz hajtotta tulajdonképpen a mozdonyt, ezzel el tudott működni 4-5 órát. Lemerült, utána megint föltöltötték, és újra kezdődött a műszak. Tulajdonképpen ez gőzmozdony, hiszen gőzzel működik, csak éppen nem ő maga termelte a gőzt, hanem bele táplálták a gőzt, amit ő utána felhasznált. Erről a kis mozdonyról annyit kell tudni, hogy ez 1915-ben született Linzbe, a Krausz mozdonygyárba. Nincs belőle még egy a világon, viszont a különlegessége, hogy ez az összes munkanapját itt Dombováron töltötte. Itt Dombováron vasútállomás szomszédságában volt egy fatelítő vállalat, és ott dolgozott ez a kis mozdony, a helyiek Mukinak nevezték. Ez egy ilyen kis aranyos kis kéttengelyes 8 méteres szerkezet, mint ahogy látszik, teljes pompájába ragyog, és hát mosolyog, hogy a munkás napjait követően egy kis kitérő után Dombovára tudott visszakerülni, ugyanis 1998-ban, miután a fatelítő vállalat megszüntette a tevékenységét, leselejtezték, és itt a mögötte látható szenes kocsi társával együtt Budapestre került a közlekedési múzeum tulajdonába. A mozdony Dombovár számára történelmi szempontból is fontos, hiszen a város a vasútnak köszönheti felemelkedését. Muki a településen töltötte az ideje nagy részét, most pedig jó pár év kitérő után visszautazott Dombovára, állandó helyére, a Vasút Történeti Múzeum udvarába.